közlekedés biztonsági szempontból is nagyon fontos ez a kérdés. Lehet, hogy pár év múlva már nem visszapillantókról, hanem számítógépekről beszélünk az autókban való tájékozódással kapcsolatban. Mégis fontos, hogy a Széchenyi hallgatók világszínvonalú gyárban gyakorlatozzanak vagy helyezkedjenek el. Ezt mondta az egyetem rektora szerdán, amikor a kampusz kibővítette eddig is meglévő kapcsolatait a világ legnagyobb visszapillantó tükörgyárával. Az üzenet az, hogy ezekkel a fiatalokkal érdemes foglalkozni, mert az a csapat, aki fiatalként oda került az SMR indulásakor, az most is ott van. És ez nekünk egy nagyon-nagyon pozitív visszacsatolás, hogy a mi hallgatóink részint mentalitásban, részint szakmai tudásban is olyanok, akikkel érdemes foglalkozni, és az eredmények ezt mutatják, hogy ez az SMR ez nem egy összeszerű üzem való a világ végén, hanem ennek benchmark és példamutató a cégcsoportomból is, és technológiai fejlesztéseket akar megcsinálni. Az SMR mostanra a világ legnagyobbjává nőtte ki magát a visszapillantó gyártásban, több mint 1900 embert foglalkoztatnak, és a tavalyi nettó árbevételük 81 milliárd forint volt. 2006 körül azonban éppen a Széchenyiről kikerült szakemberek tolták leginkább a cég szekerét, ezt pedig nem felejtik el a vállalatnál, sőt mostantól még inkább számítanak a hallgatókra. Ott van egy nagyon kemény logisztikai háttér, amely ugyanúgy logisztikai mérnököket is igényel, és nekünk évente 7 millió visszapillantó tükröt gyártanunk kell, kiszállítani kell 12 különböző vevőnek, 100 telephelyre közel Európában és világszerte, és ez nagyon-nagyon komoly tudásbázist igényel. A Széchenyi már régóta hangsúlyozzák, fontos a kapcsolat a régió vállalataival és vállalkozásaival, hiszen Győr és a régió jövőjét csak együtt építhetik az egyetem, valamint a gazdaság szereplői. Ennek a törekvésnek ékes példája a kameránk előtt aláírt kibővített megállapodás, melyet a következő időszakban újabbak is követhetnek.